Május végén vette kezdetét a Széktói stadion pályájának átfogó felújítása. A mintegy 700 millió forintos fejlesztésre nagyjából 2 hónap állt rendelkezésre, hiszen július végén már kezdődik az OTP Bankliga újabb szezonja. A munkálatok szerencsére a tervek szerint haladnak, tudtuk meg dr. Filus Andortól, a klub ügyvezetőjétől. Elkészült a megfelelő rétegrend, pályafűtés, az új vízelvezetőrendszer, az új öntözőrendszer, és lekerült már a várt gyepszőnyeg is, úgyhogy egyelőre minden a tervek szerint halad. Az impozáns gyepszőnyegre különösen ügyelniük kell a szakembereknek ebben a hőségben. A fűnek is meg kell még erősödnie, gyökereit lejjebb eresztenie. A pályát 1 méterrel eltolták a főbejárat felől nézve bal irányba, ezzel orvosolva, hogy a felezővonal eddig nem volt teljesen egy vonalban a játékos kijáróval. A bajnoki rajtig hátralévő bő 2 hétre a pályán kívüli környezetrendezés maradt még hátra. A pálya körüli kavicsos alapréteg elkészült, erre műfű kerül majd rá. A fejlesztés fontos eleme volt az energetikai megújulás. Az eddigi gázfűtésről a biomassa fűtőmű által biztosított távhőre állt át a stadion. Nem csak a fejlesztések ambiciózusak azonban, hanem a klub jövő szezonra vonatkozó céljai is. Nem elégedünk meg a úgymond a biztos bennmaradással, tehát a 10. helyjel, minél följebb természetesen minden mérkőzést meg akarom nyerni, szeretnénk újra valami nagyot alkotni. Az OTP Bank Liga 2024-25-ös szezonját július 28-án vasárnap este hazai pályán kezdi majd a KTE a Fehérvár ellen.